A zöld csodaszer, mondhatnánk korunk felfedezése, de megelőzze minket már. Az inkák is fogyasztották, kék színű süteményt sütöttek belőle, Afrikában is fogyasztják, és ez mindenütt ott van az asztalon, ahol odafigyelnek az egészségre. Az algából, a zöld porból napjainkban is készítenek gyógyhatású készítményeket, krémeket vagy ételeket, melyekből a világon a legtöbbet Japánban fogyasztják. Több mint 10 kilót esznek évente, és nem azért, mert jó, hanem azért, mert egészséges. Már az ízére gondolok. 60-as években ott tartottak, ahol mi volt 170-100 évesük, és most jelenleg több mint 40 ezer 100 évesük van, és ezt az algának köszönhetik. Ez náluk már olyan, mint a fogmosás nálunk, tehát minden, szinte minden ember, a csecsemőket is beleértve fogyassza, hát a csecsemők nyilván az anyatejjel a szülőktől kapják, és ezt azért, mert betegség megelőzésre használják. Tudni, hogy a japánok 20 évvel tovább élnek, 20 évvel fiatalabbnak néznek ki a koruknál, és jóval egészségesebbek. Tehát algát használják a cukorbetegség megelőzésre, akkor alig van náluk rák, és egy csomó civilizációs betegséget, a 80%-át nem is ismerik, ami nálunk előfordul. Köztük az allergiáktól kezdve sok minden. Ugyanakkor többet dolgoznak, mint mi, és kevesebb szabadsággal csinálják ugyanezt. Tehát valamit ők igazából felfedeztek, nagyon komolyan kutatják. Nézzük, mit is tartalmaznak ezek a vízben élő, egyszerű felépítésű algák, melyek ásványi és nyomelem tartalma kiemelkedő a föld élővilágában. Először a legfontosabbról hallunk. A spirulináról, ez az egyik legismertebb, ezt teszik az űrhajósok is, ez a táperőmű, földünk legkoncentráltabb tápanyagforrása, minden vitamin, nyomelem és enzim ott van benne. A klorella az a méregmágnes, a legmagasabb klorofil tartalmú növény, és a sporopollenin az az, ami a mérgeket kiviszi a szervezetből. A kőalga az pedig a legmagasabb kálciumforrás, nagyon magas a magnézium tartalma. Vannak már tapasztalatok, hogy képes a csontritkulást visszafordítani, mert nagyon magas szinten ez a kálcium beépül a csontokba. A negyedik pedig a véralga, a hematokókusz, az pedig a legmagasabb, legerősebb antioxidáns tartalmazza földünkön a legnagyobb mennyiségben, az asztaxantint. És ez az asztaxantinról még azt érdemes tudni, hogy végig megőrzi a jótékony hatását. Tehát, és önmagában is hatékony, mert általában a C, E, vagy vitamin, vagy a beta-karotén, ezekhez kell minden más egyéb vitamin is. Tehát, hogy együtt tudnak csak hatni. Viszont itt pedig az asztaxantin önmagában is nagyon hatékony, 550-szer erősebb, mint az E-vitamin, 60-szor, mint a C-vitamin, és 50-szer, mint a beta-karotén. Például Ukrajnában már használták a csernobili robbanás után sugárfertőzött gyerekeknél nagyon jó eredménnyel. Ezek különlegesen összeválogatott alga keverék. A benne lévő méregtelenítő algát használták az ukrán miniszterelnök életének megmentésére, amikor dioxin mérgezése volt, nem is olyan régen. Ezt jelenleg Amerikában szintetikus formájában nagyon sokan szedik, viszont tudni kell, hogy a szintetikus az 20-szor gyengébb a természetesnél, és ez a természetes antioxidáns, az asztaxantin átmegy a véragygáton, meg a szemvérgáton is, nagyon jótékony hatású ezen szerveinkre is, és nagyon komoly, tulajdonképpen vizsgálatok tárgyát képezve, nagyon sok embernek segít, javít az állapotokon, nem gyógyszer, viszont a szervezet öngyógyító képességét oly mértékben fokozza, az immunrendszer működését, hogy a szervezet ki tudja javítani azokat a hibákat, amik ott vannak. Úgy kell elképzelni, hogy ott a szennyes ruha, mondjuk idézőjelben a testünk, az alga az a mosószer, viszont nagyon sok víz kell hozzá, hogy azt a sok-sok anyagot kimossa a szervezetünkből. Tehát az emberek általában kevés vizet isznak, tehát ezt is fokozni kell. Amikor valaki elkezdi ezt szedni, akkor azt gondolom, hogy valamennyire csodára vár. Van csoda? A lényege az egésznek az, hogy a szervezetünk önmaga csoda. Tehát, hogyha megkap mindent ahhoz, hogy jól működhessen, akkor beáll a csoda. De ez nem úgy kell elképzelni, hogy 2 nap alatt. Tehát nem 2 nap alatt történik, tehát hogyha az ember nem takarít 40 évig, akkor milyen egy lakás. Most innentől kezdve kell idő, kinek milyen a szervezetében felgyűlő méreganyag. Lehet ebből sokat szedni? Tehát ehetünk belőle annyira sokat, hogy az már káros?
Sokat nem célszerű belőle szedni, és fokozatosan kell hozzászoktatni a szervezetet, mert mindenki másképp reagál. Tehát van egy-két dolog, aki például vérhigítót szed, szinkumár típusot, vagy pajzsmirigy túlműködése van, ő neki nagyon-nagyon alacsony dózisokkal lehet csak elindítani, és meg van maximálva, hogy mennyit lehet belőle. Tehát nem a teljes adagot, hanem csak az egy harmadát lehet a megengedett mennyiségnek fogyasztani. Hát ha valaki súlyos betegségben az orvosi kezelések mellett használja arra, hogy segítse a szervezetét, mint mellékhatások kivédésére, vagy csak hogy újra helyreállítani a szervezet működését, akkor lehet akár nagyobb adagokban is. Én evőkanyálnyi port is elfogyasztottam minden gond nélkül, de én 10 éve folyamatos méregtelenítő vagyok, tehát az én szervezetem ehhez hozzá van szokva. Tehát nem ajánlom senkinek, hogy egyből ilyen nagy adaggal kezdjen, mert akkor lehet, hogy egy-két napig intenzív tisztulása van az emésztőrendszernek. És ez nem feltétlenül jó. Azért van, hogy mindig fokozatosan emeljük, mert akkor ez nem történik, viszont a méregtelenítés szépen halad a maga útján. Kell ehhez a szerhez folyamatos orvosi ellenőrzés? Vagy mi bemehetünk egy boltba, megvásárolhatjuk, és aztán szedjük kedvünk szerint? Hát az elmondott esetekben, hogyha valaki vérhigítót szed, akkor azért célszerű orvosi ellenőrzés mellett csinálni, vagy ha pajzsmirigy túlműködése van, akkor is nagyon kevés adagokkal, ott is célszerű ellenőrzés mellett, de amint a szervezet megtalálja az egyensúlyát, akkor utána már csak a megelőzésre kell a figyelmet fordítani. Vajon mi magunk elő tudunk-e állítani olyan algákat, melyek alkalmasak a fogyasztásra? Hát igazából mi nem, mert ezeket nagyon speciális körülmények között, mivel édesvízi algák állítják elő, nagyon fontos tudni, hogy ezek az algák 40 óránként osztódnak, learatják őket, megszárítják, és tulajdonképpen semmi más machináció nem történik. Tehát úgy, mint ahogy őseink aszalták a gyümölcsöket, ugyanúgy megszárítják alacsony hőfokon az algát. Tehát minden ott van benne, nem sérül semmi, és miután 3,5 milliárd évesek, ezért ezek őrizték meg legjobban az őssejthez a hasonlóságukat, és ezért annyira hatékonyak.